December elején nem csak az adventi vásárok nyitják meg kapuikat, hanem elkezdődnek a téli teremtornák is. Szombaton és vasárnap az Zrínyi Gimnázium Tiszavasvári úti csarnokában egy új vándorselleg megszerzésért lépnek majd pályára csapatok. A korábbi tiszántúli takarék kupa 7 év után új névadót kapott. A szervezők a megyebeli együttesek mellett Borsodból, Hajdúbiharból és Fejér megyéből várnak kispályás csapatokat. 24 csapat nevezett a tornára, 4 megyéből az ország különböző pontjairól és a megyéből is 8 helyszínről, illetve itt vannak a városi kispályás bajnokság krémjei, a legjobb csapatok, és én bízom benne, hogy aki kilátogat majd a Zrínyi Ilona Gimnázium Tiszavasvári úton található bencs csarnokába, azok fantasztikus mérkőzéseket fognak látni, hiszen szombaton reggel 8 órakor kezdődnek a küzdelmek 4-es csoportokban, 6-4-es csoport lesz, ebből 5-öt lejátszunk szombaton, a csoportokban körmérkőzés lesz, az első két helyzet további a vasárnapi egyenes kiesése döntőbe, illetve lesz még vasárnap reggel is 8 órától egy újabb 4-es csoport, és azt követően már az egyenes kiesésé a szerep. A mérkőzések 2x12 percig tartanak. A torna összdíjazása 200 000 forint, emellett a szervezők a gólkirályt, a legjobb játékos és a legjobb kapust is elismerésben részesítik.